Két helyről olvasok igét, Márk írása szerint való Szent Evangélium első része, 13. versét olvasom. S ott a pusztában 40 napig kísértve a sátántól, és a vadállatokkal volt együtt, és az angyalok szolgáltak neki. És a Mózes első könyve 3. rész, 6. vers. Látta az asszony, hogy jó a fa eledelre, kedves a szemnek, kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. Az én látásom szerint Ádám az új korszak teremtett embere. Az új korszak alatt értem azt az ajont, amelyben a mi világrendünk van. Engedetlen volt Ádám az Istennek. 930 esztendőre korlátozta Isten az életét a Földön, és eddig hordozza a miatta való átkát a Földnek, és az élet fájának elvételét az embertől. Éva is megkapja a maga átkait, az engedetlenségért fájdalommal szül, epekedik a férje szerelmére, társ helyett pedig szolgálóvá tette Isten a férj uralma alatt. Ez egy isteni büntetés, majd a szifrazsettek fellázadnak, majd a nők fellázadnak természetes büntetésük ellen, de ezzel nem foglalkozom. Az élet harcmezővé lett, ellenségeskedés az idegen és az asszony magva között, átok alá vonatott Ádám minden ember utódja. Jézust egy Pál nevű apostol utolsó Ádámnak nevezi. Ezt olvassuk az 1 Korintus 15:45-47-ig tartó beszédében. Lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, aztán a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is, és amiképpen hordoztuk a földinek ábrázatát, hordozni fogjuk a mennyeiek ábrázatát is. Tudjátok, az Úr Jézus tökéletesen engedelmes volt az Atyának, Istennek nevezte. Tulajdonképpen ő újra kezdi az ember történelmet. A mai napon ez az első gondolat, hogy az újrakezdett embertörténelem, az Ádámmal kezdett embertörténelem egymerő tragédia és a halál, és fogság, rabság, és Isten haragja, alattiság, és ítélet, és Jézus Krisztus testetöltésével, az engedelmeskedésével, a Golgota keresztjének áldozatáig való elmenetellel, a feltámadásba való isteni megdicsőítéssel és a mennybe menetellel újra kezdi az emberiség történelmet. Egy új történelembe kerül az, aki élő hitű emberré lesz. Ugyanúgy részeltetik a halálában a Krisztusnak, ugyanúgy részeltetik a feltámadásában a Krisztusnak, ugyanúgy részeltetik a mennyei dicsőségében a Krisztusnak. A két Ádám megkísértése közötti óriási különbség, hogy az első ádámi élet a kísértés után a halálra ítéltségben egy végső állomásra viszi az embert a kárhozat halálába. A másik, az új ember, amelyikről Pál nyilatkozott, hogy mennyei, Isten fia, tökéletes Isten, tökéletes ember, már nyilvánvalóvá teszi, hogy a mi hitünkben valami olyan szent csodát hajt végre az élő Isten, amelyet szemlélhetünk a fiában, a fia sorsában, életében. Ezért nyomatékos, hogy a halálban menetele és a halálnak a feltámadásba való legyőzése által
képessége, ereje, Isten fiú akarata a bűn hatalma alól megszabadítani, az új emberré teremteni az embert, aki csendességet tartasz. Hallatlan fontos, hogy ezt úgy lásd a szemed előtt, hogy az új emberiségben kaptál életet, sorsminőséget, ha hiszel Jézus Krisztusban, és befogadtad őt életed urának. A második gondolatom, ráláttál-e már, hogy mind a két Ádám megkísértetett a sátántól, de hihetetlen különbség van a helyre, az állapotra nézve. Ádám a paradicsomba van, az örömhelyén, a megépített kertben, az Istentől való kegyelemben, írzs a pusztában. Ádám bőséges táplálékot kap Istentől, és nevele az Úr a földből mindenféle fát, tekintetre kedveset, eledelre jót. Jézus akkor kísértetett meg, amikor 40 napig bőtölt és megéhezett, és éhes volt Lukács 4:2 szerint, nem evék semmit azokban napokban, de amikor azok tűnik a bőtje elmúltak, végre megéhezik, és mondta neki az ördög a kísértés történetét. Ádám békés állatokkal van körülvéve, Jézus a vadállatokkal, Márk 1:13. Amikor Jézus beáll azok társaságába, akik Isten országát bűnbánattal és a megtisztulás vágyával a keresztelő, bemerítő köré gyülekeztek, Jézus eldöntötte messiási élete felavatása, az Istennek szenvedő szolgájának útjára lép, egy lelki ország megalapítására. Erre a döntésre az egek megnyíltak, majd az Atya jóvágyása elhangzott. Ez a jóvágyás váltja ki, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. A helyes út, ez a szerelmes fiú útja. Tudod, a megkísértés az azonnal a döntés után történik. Amikor eldönti Jézus, hogy a szenvedés útját választja messiási útjául, azonnal elragadtatik, és azonnal megkísértetik. Üzenet. Minden szent döntésed azonnal meg is próbáltatik. Igaz-e? Valóságos-e? És hűséges vagy-e benne? Úgy indulj ebbe a napba, hogy kimondta már a szíved, hogy Jézus Krisztus által Isten gyermekévé lettem, akkor élj úgy, bármi történik veled a napban. A harmadik gondolatomat nagyon rövidre fogom. A sátán a testi vágyat és a gyengeséget használta, az éhséget mind a két esetben, és a megítélést, jó fa, jó az eledelre. Itt az éhséggel semmire nem megy. Próbálkozik a szemek kívánságával, bemutatja Jézusnak az egész világot. Megkísérti az élet kérkedésével. A következmény óriási eltérést hozott. Az első Ádám enged a kísértésnek. Kétségbe vonja Isten szava szent, bölcs, életbe tartó szeretetét. Megtagadja a parancsát, engedetlenséget választ. Jézus hű az elrendelt és elfogadott úthoz, a tökéletes Isten szeretetben és abszolút bizalomban, szembeszáll a sátánnal. Isten kijelentett igéjével a lázadó másképp használt igéi ellen győzedelmes. Nagyon figyelj ma arra, ki mond neked igét. Ki mire akar rávenni téged, akár igehirdetéssel is. Maradj meg az Úr Jézus küldetésében, amiképpen az Atya küldött engem, én is úgy küldelek téged harcba, a kísértővel szembeszállni, és az emberekért, a hitelességedért szenté lenni. Amen.